Július 24. Én a háztartási zenész híres énekesei, zenészei és zeneszerzői egyetlen koncertet hoznak összekeztékban, a Varázsvár Magic parkjában, hogy megemlékezzenek a legendás Omega csoportra. Az emblematikus dalok, például a Hajlegőr, az Ezüst eső vagy a Hajnali óceán kombinálódnak. Az emlékkoncert egyik művésze Linda Kira énekes, akit megkérdeztek az idei 60 éves Omega interfészekről, és miért tudott ez a csoport egyedülálló nemzetközi sikert elérni a magyar rock történetében. mm061.hu Július 24. Én egy Omega emlékkoncertre kerül sorra kezdték i Festikum Kastélyparkban. A cég nagyon színes, sok művész és sok karakterrel. Hogyan jött hozzád a kérés? Már együtt dolgoztam velük, valamint Győző Szabó, tehát nagyon elégedett voltam a meghívással. Nagy kihívás számomra, mert 17 éves korában érkeztem Magyarországra, tehát ezek az Omega dalok részben újak voltak számomra, ám nagyon vonzódtak a zenéjük és a szövegük. Milyen dalra szánták, volt-e mondani? Nem volt, feltalálták, nem hiszem, hogy mondhatnám, mert meglepődnek. Alapvetően egy olyan koncepciójuk volt, amelyet látni akartak, hallják, és azt kell mondanom, hogy ez nagyon izgalmas lenne. A stílusok vegyesek, ezért gondolom, hogy maga a cég olyan színes. Az Amerikában töltött évek miatt szoros kapcsolatban áll az evangélikus műfajgal, miért gondolhatna erre a koncertre? Amerikában a klasszikus tanulmányaim mellett egy evangéliumi kórusban énekeltem, és esélyem volt énekelni a Harlem Gospel kórusban. Innentől jött a lélek és a hangom pop oldala. Nem tudom, ezért kértük tőlük ezt a koncertet, de amint már említettem, hosszú ideje ismertük egymást Balázs Bojkival, tehát nagyon boldog voltam, amikor kapcsolatba lépett velem. Hogyan tudnak egy rockcsoport dalai megfelelni az evangéliumi műfajnak? Hogyan jön össze ez a két műfaj? Az evangélium és a rockzene maga hihetetlen energiája van, és amikor a kettő találkozik, egyszerűen hihetetlen. Melyek a csatlakozási pontjaid az Omega-ban? Tudta a zenéjüket a szüleiden keresztül? Természetesen sok zenét mutattak be gyermekkorunkban, beleértve az Omega, té is. Apám egy rockdobos volt, színes és univerzális csoportokat játszott innen.